Népviseletbe öltöztek a szimbavölgyi táncosok. A próbaterem helyett ezúttal a Városháztérre vonultak ki. Ez a forma, ez közben változhat, tehát lehet közben teret cserélni, sőt, szeretném kérni, hogy mozduljon meg a tér, tehát ne legyen az, hogy lecövekelsz egy helyen, és akkor ott vagy végig. A fiatalok nem kis feltűnést keltettek. Táncolni még el sem kezdtek, már is megjelentek a nézők. Pedig az első számú közönség ezúttal a Miskolc Televízió két kamerája volt. A képzeletbeli színpad széleit néhány ág jelezte. Fotózok ezret. Szerintem tökéletes lett. Néhány csoportkép és kezdődhetett a tánc, foroghattak a kamerák. Koreográfia ezúttal nem volt. Az együttes tagjai többnyire improvizáltak, bár ezt rajtuk kívül senki nem tudta. Pont a mostani esemény az azért is különleges, mert pont nem egy koreográfiával, hanem egy sokkal természetesebb, inkább ilyen táncházas megmozdulással készültünk, ami sokkal közelebb áll az eredeti kultúrához, és érdekes az, hogy ez nem egy meghirdetett esemény, úgyhogy nem csak azok jönnek el, akiket ez tényleg érdekel, hanem olyan emberek is, akik kicsit távolabb állnak tőle, egy kicsit beleláthatnak ebbe. A mezőségi táncdialektuson belül magyar palackai táncokkal készültünk, ugyanis a zene is, ami adott volt, a magyar palackai banda előadásában került felvételre. A néptáncosok a Hagyományok Háza felhívására készültek. A Táncház Világnapja alkalmából ugyanis idén is arra törekszenek, hogy a népzene és néptánc összetartó ereje mindenkihez eljusson. Most már a harmadik éve van ez a kiírás Hagyományok Házának. Az első az a Széki Táncház volt, aztán volt Kalotaszegi Táncház, ebben az évben pedig Palackai Mezőségi Banda húzza a táncházat. És több témakörben van, két férfi tánc az elején, van benne egy lassú cigánytánc és egy szökős és sűrű csárdás. És ennek az az érdekessége, hogy a világ minden tájára kiküldték ezt a felvételt, és ahol magyar táncosok őrzik a magyar néptánc hagyományát, ők is benevezhetnek erre a felvételre, erre a projektre, és ez azért nagyszerű alkalom egyébként, mert hogy megmutatja a néptáncnak azt az erejét, amit képviselünk, és most is itt a színbavölgyis táncosoknak a legjobb táncosai mutatkozhatnak be ezen a felvételen. Az úgy néz ki, hogy van az adott zene, abból egy-egy részt bevágnak, lehet, hogy csak egy 10 másodpercet leszünk ott, de azért mégis ez az össznépi közösség, ez az erős közösség itt meg tudja mutatni az erejét, ez szerintem egy nagyszerű dolog. Azt akartam még elmondani egyébként, hogy ugye 2011-től számítják a Táncház Világnapját, és ez a 13. Táncház Világnapja, és a szerencse számom, úgyhogy nagyon egybevág most ez az egész dolog így, és azért is érdekes ez a 2011, mert az UNESCO beválogatta a táncházat, mint a szellemi örökségünknek a értékmegőrző rendjébe, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy a táncház mozgalom az egy ilyen nagyszerű dolognak mutat utat. És bár a felvételeken a tánc az elsődleges, azért a helyszín sem utolsó. Az együttesnek fontos volt, hogy Miskolc egy jelképes helyszínén készüljön a videó. Külön kérés volt most a Hagyományok Házától, hogy lehetőleg olyan helyszínt válasszunk, ami szabad téren van, és akkor hát azt gondoltam, hogy ez a legjobb helyszín itt a Városháztér itt Miskolcon. Az előző felvételeket próbateremben forgattunk, és nem öltöztünk ennyire ki,
de hogy egyébként az együttesnek a mezőségi tánc az eléggé profi, és az erdélyi tánchagyományoknak a szinten tartása, megőrzése, az nekünk nagyon különleges feladat, úgyhogy ez a mezőség, ez tényleg ilyen szerelmünk, és nagyon szeretünk. A Hagyományok Háza felhívásának köszönhetően minden évben a 100-at közelíti azoknak az együtteseknek a száma, amelyek felvételt készítenek és bemutatkoznak az internet közönsége előtt. 2022-ben például 4 kontinens, 600 táncosa mozdult egy ritmusra.